Üdvözlöm Nagy György Jenőt, a Karcagi Birkafőzők Egyesületének az elnökét. Itt vagyunk otthonában, ahol nem rendhagyó keretek között főzi a birkát. Igen, hát ezen a napon, hogy a Birkafőző Fesztivál lenne a városban, egy vírus miatt most ez ugye elmaradt, és ilyenkor már mindig ott vagyunk kint, ilyenkor már az egész egyesület összes tagja főzi a birkát, nem is egyet, hanem többet. Úgyhogy ez egy rendhagyó tényleg, hogy, hogy itthon kell most főznünk. Hogyan emlékezik az első Birka Főző Fesztiválra? Ami én voltam az első, nagyon érdekes, hiszen már az is is 20 éve, Gyakorlatilag barátaimmal elhatároztuk, hogy mi is főzünk ezen a, ezen a versenyen, akkor még főző verseny volt, még nem is volt fesztivál, és hát nagy Elánnal vágtunk bele abba, hogy kiválasztjuk egyáltalán a birkát, összeszedjük a, a lábast, a kaszolt, amiben főzünk. És hát a tanácsokat kértünk a szülőktől, hogy hogy is kellene akkor ott olyat főzni, amiben tényleg mindenkinek a, a kedvére való, főleg elsőre. Hát, sikerült is, én úgy gondolom, nem volt, nem volt benne hiba, sok családtag eljött, megkóstolta, és jónak értékelték már az elsőt, és én úgy emlékszem. Ugye beszéltünk arról, hogy most itthon családi körülmények között, családi közegben főzi a birkát, és hogy mi volt sok-sok évvel ezelőtt, amikor ez a hatalmas évet bejárt program útjára indult. Ön hogyan látja, volt arról szó, hogy egy vírushelyzet miatt ugye kerül most, vagy került elhalasztásra? Hogyan fogadták az emberek ezt? Nagyon nehezen, nagyon sok telefont kaptam, vidékről jöttek volna vendégek, akik évről évre meglátogatják a, a fesztiválunkat, évről évre itt vannak, és szeretik meg, megkóstolni a, a birkapörköltet, de megértették, és adtam nekik tanácsot. Van, akinek jövő héten kell főzni egy komplet birkát, úgy gondolta, hogy ha nem tud eljönni, mert nem lesz fesztivál, akkor ő jövő, jövő héten elviszi magával. Tehát nagyon sok érdeklődő volt most is, de mindenki meg. Értette. szerintem az emberek nagyon türelmesek, várják a jövő évet, hát ha akkor tényleg egy új versenyen, vagy egy új fesztiválon újra megkóstolhatják a karcagi birkát. Volt arról szó, hogy amikor ön elsőként indult, akkor tanácsokat, ötleteket kért ahhoz, hogy milyen egy jó birka pörkölt, és ugye a itt is hogyan kell megrendezni köré. Akkor árulja el nekünk ezt a titkot. Hát minden titkot nem árulhatok el azért, mert mindenkinek megvan is saját egyéni ízlése, egyéni hagyománya, hogy megfőzi ezt a birkát. Én is anyukámtól és apukámtól tanultam, meg mind a ketten elláttak jó tanácsal, hogy kell megdisztelni esetleg a hagymát, mikor kell beletenni a paprikát, hogy ne égjen meg. És azok az eltelt, azóta az eltelt húsz év után finomítottam rajta, eleinte még mindig kértem tanácsot, aztán már azért most már teljesen önállóan már én oktatom, vagy én tanítom a, fiamnak, vagy, a, vagy a, az érdeklődőknek, akik, akik ugye meg szeretnék ezt a e, birkafőzést tanulni. Nyilván az alapanyagokon túl van még más fortéja is. Mibe főzzük a birkát, hogy igazán finom legyen? Igen, hát ez karcagóra teljesen jellemző, ez az öntött vas, lábas, mi kasztrolynak hívjuk. Ennek két fajtája is van, én is most mind a kettőbe főzök. Van egy bilzeni típusú, vagy a kőbányai típusú, ami laposajú Öntött vaslábas, illetve vannak egy fiatalabb, ezek nagyon régiek, már ilyen több mint 50-70 évesek, inkább azt mondanám, meg vannak a kerekajú, nagy öntött vaslábasok, ők pedig Erdélyből származnak, ők még egy fiatalabb generációt képviselnek, hiszen alig 20-25 éve jelentek meg itt a piacon, mondjuk 30, de azóta is töröttelénül látják el a feladatokat. Tehát ez a, ez a lényeg itt Karcagon, öntöttvas vaslábasba, a fülétől a farkáig belefőzzük a birkát. Arról is ejtsünk azért néhány szót, hogy itt most családi körben történik. Mi az a kis kiegészítés, ami a birka pörköltön túl mindenképpen jelen kell lenni egy asztalon, amikor birkát eszünk? Hát egy jó bor nem hiányozhat, úgy gondolom az asztalról, legyen az egy száraz fehér vagy egy száraz vörös. És egy jó pálinka, egy szíva pálinka, ami a saját kertjébe termet az embernek még büszkeséggel is tölti el, hogyha megdicsérik. Én gondolom ezek nem hiányozhatnak, és persze mellé egy kis földburgonya, azért kiegészítésképpen, bár karcagon ugye a szokás egy egy, birka egy ez tartja, de ezek, ezek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy egy, egy jó ebédet elköltsön a család. Köszönjük szépen! Köszönöm!